A szeptember közepén startoló kézilabda bajnokság megkezdéséig is lesz alkalma megnézni a csapatot a sportág rajongóinak, hiszen szeptember 7-e délelőttjén 9 órától barátságos mérkőzéseken bár, de jó nevű csapatokkal szemben mutatkozik majd be a gárda. Elnök úr, most már kellő időtávlatból tudunk visszatekinteni az elmúlt szezonra. Hogyan értékelne néhány rövid mondatban? A tervezetnél gyengébb helyezést értünk el. Én a középmezőnybe szerettem volna a csapatot, hogy végezzen, ugye a 9. hely jött ki. A második fél szezonunk az egy kicsit döcögős volt, elég sok sérültünk volt, ami nem mentesít attól az elvárástól, hogy még így is ott a 5.-6. hely körül vártam volna a csapatot. Én még annyit tennék hozzá, hogy azért ennek ellenére néhány elég kemény ellenféle szemben elég jól helytáltunk, viszont volt néhány olyan derbi, amit úgy gondolta az ember, hogy sokkal könnyebben behúz a csapat, és végül is nem lett belőle pont. Igen, hát volt 5 olyan mérkőzésünk, ahol 1 góllal kaptunk ki, sajnos itthon is volt ilyen mérkőzésünk, de hát mondom, nem mentség, ez a 9. hely, nem a legjobb, de végül is ez a becsületes bemaradást eredményezte nekünk az MB2-be. Itt a következő elvárásunk, az év lehet javítani. Remélem mindent megtesznek a fiúk azért, hogy most egy kellemesebb helyezést érjünk el. Méghozzá erre lehetőség lesz, szeptember 22-én akkor indul a bajnokság. Annyit el tudunk-e mondani, hogy kivel kezdünk, vagy egyáltalán, hogy idegenben, vagy itthon? Hát még tartanak az egyeztetések, tehát ez a jövő héten rendeződni fog, egy biztos a 22-i hétvégén meg fog kezdődni a bajnokság. Mi a helyzet a srácokkal, mennyire egészségesek, mennyire hadrafoghatóak, illetve a lényeg, volt-e változás? Szerencsére változás nincs, a sérültjeink is úgy néz ki, hogy azért regenerálódtak a nyáron, most elkezdtük a felkészülést, most már a fiúk zöme azért itt van, leteltek a nyári szabadságolások, most már remélem, hogy teljes létszámmal részt fogunk lenni, és komoly erőléti edzések után most már a játékkal is többet tudunk foglalkozni. Akik viszont nem tudnak szeptember 22-éig várni, előtte is láthatják a csapatot, hiszen lesz itt az ötvös napok keretében egy kupa vagy gála mérkőzések, ha jól emlékszem, akkor 4 csapat közreműködésében. Igen, ez 7-én lesz valóban az ötvös nap keretén belül, de 1-én megyünk egy másik kupára, hivatalosak vagyunk Érdre. Ott elég kemény, 2 NB1-B-s csapat fog részt venni, meg az Érdi Tref és mi, tehát ott is egy 4 csapatos jó kis mérkőzés ígérkezik. És akkor nem beszélve erről a 7-éről, várunk szeretettel mindenkit. 3 jó erős NB2-es csapat lesz, a Sziget-Szent Miklós, Kalocsa, aki többször felkerülhetett volna már az NB1-B-be, de sajnos anyagiak véget nem. Jó magunk, és a 4. csapat az örökös vendégünk, Sárbogár. Egy nagyon jó játékerőt képviselnek, szimpatikus csapat, tehát ők lesznek itt 4-ek. És akkor ne feledkezzünk meg az utánpótlásról sem. Az ő szereplésük a bajnokság vége felé már kezdett kiegyensúlyozott lenni. Mit érdemes tudni most róluk? Látjuk, hogy elég nagy számban van még itt edzésen. Hát, amit érdemes róluk tudni az, hogy nagyon kitartó társaság. Én nagyon örülök neki, hiszen beszéltünk erről már sokat, hogy mindig szívem vágya volt, hogy Ercsi utánpótlás legyen, saját nevelésű ifistáink legyenek. Ez több éven keresztül sajnos nem ment, és ahogy most körülnéztek, látjátok, 20-25 fiú van itt rendszeresen. Tehát annak ellenére, hogy tavaly az első év volt, amikor a kézilabdából jóformán megismerkedtek, a kezdő lépéseket gyakorolták, és nem veszte el a kedvüket az, hogy itt 25-30 gólos vereségek voltak. Hát ahogy az év vége felé haladtunk, mindig biztattuk őket, hogy most már csak 30 lesz, 25 lesz, 20 lesz, és valóban így van. Bízom benne, hogy ami a kitartásukat illeti, tehát a legdicséretesebb dolog az, hogy fel a fejjel az edzéseket nagyon komolyan veszik. Tehát nekem vannak elvárásaim velük, tehát az, hogy a tanulás rovására nem mehet, én nagyon sokat egyezkedem velük, de én bízom benne, hogy egy jó keret ki fog alakulni az ifjúsági csapatba, hogy mindenki játék lehetőséghez jusson, az erősebb fiúkat beneveztük a megyei bajnokságba, tehát most 2 csapatunk lesz, utánpótlás csapatunk, az MB2-es felnőtt után lesz egy megyei első osztályú csapatunk, és lesz egy ifjúsági csapatunk, úgyhogy 3 fiú csapattal fogjuk ezt a szezont megkezdeni. Térjünk vissza a felnőtt csapathoz, ugye a nyár azért nem teljesen csak a pihenésről szólt, hiszen egy szlovákiai túrán, ami most már hagyományosnak nevezhető, most is elmentek. Hát igen, ez már 15 éves. Mindig augusztusban van ez a szkolarovói torna. A fiú csapatból egy vegyes csapattal tudtunk kimenni, ami nagyon jó volt, tehát itt már egy-két fiatal is ugye a felnőttel játszott.
jó eredményekkel, most már egy kicsit ott is komolyabb, tehát kezd nemzetközivé válni igazán ez, tehát ott már voltak csehek, osztrákok, németek, másodosztályú csapatok, nagyon kemény mérkőzések voltak, és el kell mondani, hogy a 12 csapatból a harmadik helyet hoztuk el, tehát én nem mertem volna gondolni, első lépés, amikor a felsorolás után, hogy kikkel kerültünk össze, egyenes kieséses játékok voltak, minden nap volt két meccsünk, nehéz volt, kánikula volt, melegek voltak a csarnokok, de hát nagyon jó szerepeltünk, és ez talán egy kicsit biztatást is ad arra, hogy a bajnoksággal kezdődik, akkor ez egy nagyon jó mérce volt a csapat számára.